esetén is, de krónikus derékfájás esetén is a egyik kezdő gyakorlat az, amikor behúzzuk a hajlított térdünket. Tehát külön-külön mind a két térdet egymás után váltva behúzzuk, és ezzel gyakorlatilag a derék szakaszt, az ágyéki szakaszt nyújtjuk, az izmokat is, és a csigolyákat is távolítjuk. Mind a két lábbal megcsináljuk ugyanezt a gyakorlatot, behúzzuk, behúzva tartjuk, és figyeljük azt, hogy ez mennyire fáj a derék, tehát egy nagyon komoly isiászos esetben is lehet ezt a gyakorlatot alkalmazni. A mind a két térnek a behúzása, ez minden derékfájásnál alkalmazható, tehát heveny derékfájásnál is, krónikus derékfájásnál is. Ez egy kettős fázisú gyakorlat. Először a combját fölfelé nyomja, úgyhogy ellent tart a kezével, beszívott levegővel, kitart egy olyan 2-3-4 másodpercig, utána kifújja a levegőt és picit beljebb húzza a térdét. Utána megtartja ezt a szöget, fölfelé nyomja megint a combjával, ellent tart a saját kezének, kivár 2-3 másodpercig, kifújja a levegőt és beljebb húzza. Még egy szakaszt tudom, még egy 5-10 fokot tudunk ezen nyújtani, tehát fölfelé nyomjuk a combot behúzott levegővel, ellentartással, kifújjuk a levegőt és behúzzuk egészen addig, ameddig nem fáj. Ezt a gyakorlatot minden derékfájósnak reggel is javaslom elvégezni, utána könnyebben tud elindulni a napja, de heveny derékfájás esetén is alkalmazható. Heveny derékfájás esetén óvatosan fekvő helyzetben tudjuk megmozgatni a derekunkat, az ágyéki gerincszakaszt. Tehát ez egy nagyon finom fokozat, amikor jobbra-balra elforgatjuk, de csak egy picit, éppen addig, ameddig nem fáj. Ezt 5-10-szer szép lassan meg tudjuk csinálni. Amikor már kevésbé van fájdalom, akkor nehezítjük a gyakorlatot azzal, hogy még jobban elfordulunk, egy kicsit a kezünkkel belesegítünk vagy az elfordulásba, ugyanakkor pedig, amikor már valójában nincs igazán heveny fájdalom, a krónikus derékfájásnál a derék kimozgatását saját magunk is meg tudjuk csinálni, ilyenkor mindig a forgatás irányába nézünk, a levegőt kifújjuk, és megpróbáljuk elforgatni, közben a másik kezünkkel ellentartunk, és akkor a derék szakaszon tudunk a csigolyákat egymástól elmozgatni. Ez a csigolya közti kisizületi becsípődésekre is alkalmas, de porckorong kiboltosulásoknál is alkalmazható. Tehát lassan végezzük, levegőkifújással a forgás elleni irányában nézünk, és ellentartunk a másik oldalt, természetesen a fájdalom határáig végezzük a gyakorlatot, többször ismételve is lassan. A hátizom, hosszanti hátizom az egy rövidülésre hajlamos izom, azt mindig nyújtani szoktuk. Tehát most a felszínes háti feszítő izomról van szó, amelynek a nyújtását kell végezni azért, hogy mobilisabb legyen, mozgékonyabb legyen a háti gerinc, meg a derék gerinc szakasz. Tehát ilyenkor előrehajlunk, és lassan csúszunk, mászunk előre-előre úgy, hogy nyújtjuk, mindig kivégzéssel, és maximális, ameddig megy, és ameddig nem okoz fájdalmat, mindig vigyázunk arra, hogy a derékrész nem kerül homorításos helyzetbe, a hátizmok pedig szépen nyúlnak, a derékizom is, mégis a hát és a derékrészen levő úgynevezett feszítő, felszínes izomzatnak a nyújtásra szükséges. Ez egy nagyon hasznos gyakorlat hát és derékfájósoknak. Ma Magyarországon az egyik leggyakrabban javasolt gyakorlat a homorításos gyakorlat McKenzie rendszerbe tartozik. Ugye ennek vannak fokozatai, egyszer csak amikor csak a könyökön, vagy amikor fölnyújtja a karját, és homorít a derekával. Én ezt a gyakorlatot
ugye el kell a teljesség kedvéért bemutattatom, de én ezt nem javaslom. Általában a deréktájon levő fájdalmakra szokták ezt javasolni, a hátnál is alkalmazható, porckorongsérre szokták javasolni, az én betegém többségén, akik hozzám jönnek, ez inkább a fájdalmat provokálja. Lehet, hogy valakinek jó, meg lehet próbálni, de én tulajdonképpen ezt a gyakorlatot nem javaslom. Ha megtekintjük ennek a modelljét, ugye ez egy csigolya pár, ami között van a porckorong, és hogyha ezt összenyomjuk, akkor itt összetorlódnak a csigolya közti kisizületek, és az a porckorong sír, ami itt van, az inkább oda nyomódik. Nem akarok ennek az elvébe még belemenni, tehát a porckorongnak a belső kocsonyás része egy igazi porckorong sírnél nem fog előre csúszni a helyére, hanem még jobban becsépődik hátul. Ettől függetlenül, hogyha valakinek ez a gyakorlat jó, csinálja, de ha úgy érzik, hogy nem jó vagy rosszabb, akkor nem szabad előtetni. Az általam leggyakrabban javasolt labdagyakorlat az, amikor a labdára ráhasalunk, és egy ilyen domborított hát derék helyzetben nyújtást végzünk. Tehát egyrészt a hát és a derék izmokat nyújtjuk, másrészt a csigolya közti réseket is tágítjuk, nyújtjuk. Ennek a gyakorlatnak a javaslata akár egy hirtelen kialakult heveny derékfájás esetén, vagy krónikus derékfájás esetén is tudjuk alkalmazni, levegő kifújással ellazítani, és lényeg az, hogy domborított helyzetben nyújtunk szét, húzzuk a háti és a derék gerinc szakaszt. Ebből a helyzetből tudunk csinálni hátizom erősítéseket is, tehát ugyanúgy, mint hogyha megúszó gyakorlatot csinálnánk, a lapocka összehúzó izmokat használjuk, és gyakorlatilag ez is az alsó csuklyás izomnak az erősítésére alkalmas, és a mély hátizmokat is fogjuk ezzel erősíteni, de vigyázzunk arra, hogy nem homorítunk a derékkal, hanem csak a háti szakaszt emeljük. Így helyes. Hát derékfájás esetén nagyon jó gyakorlat, amivel a hátizmokat és a derékizmokat tudjuk nyújtani. Tehát ez egy lassú, levegő kifújással történő, és utána váltott irányban elvégezzük a gyakorlatot, mindig levegő kifújással és kitartással, 2-3 másodpercig elvégezni ezt, mindig hasbehúzással és megfeszíteni. A megfeszítés valójában egy nyújtást jelent. A derékfájás minden fajtájánál a függeszkedés, vagy lógás, vagy húzóckodás nagyon javasolt. Behajlított karral csináljuk, tehát nem nyújtott karral, és egy fokozatosan ráadni a testsúlyt, egészen egyenes derékkel tudunk így elérni. Ez egyébként a lapocka alsó izmainak, a lapocka összehúzó izmainak is nagyon jó. Gyakorlatilag a csigolyákat egymástól távolítjuk, ez egy nagyon jó önnyújtó gyakorlat, minden reggel lehet csinálni, 10-20 másodpercig fokozatosan állni a terhelést, akár hirtelen indult derékfájásnál, akár krónikus derékfájásnál naponta végezhető. A labda gyakorlatok közül a gerinc stabilizáló gyakorlatok sorába tartozik az, amikor fölemeli az egyik lábat, másik kezed, behúzott hassal, és egy kicsit megpróbál kitartani, mint látjuk. Megint próbáljuk egy picit, és megtartani, behúzott hassal, ez egy gerinc stabilizáló gyakorlat.